A mai adást az Inspibox támogatta. Inspibox. Élményekkel tele. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a Kreatív Pihenőben. Ünneplünk, azért került az oldalra most ez az ünnepi adás. Ugye van a Facebook csoportunk, a Kreatív Pihenő, ami március 14-én indult útjára, amikor az otthonmaradós időszak elkezdődött, és akkor tettem egy ígéretet, hogy azzal tudok hozzájárulni itt mindenkinek a kis szórakoztatásához, segítségéhez, hogy minden nap, hétköznap délután 2-kor és 3-kor jelentkezem egy-egy óra ingyenes online élmény foglalkoztatással, közös alkotással, és ezt a mai napig tartjuk, már 120 adáson is túl vagyunk, élő adáson. Ezeket az adásokat egyébként bent a Kreatív Pihenő Facebook csoportban, illetve létrehoztunk egy YouTube csatornát, a Kreatív Pihenő YouTube csatornán is megtaláljátok, visszanézhetőek. Ugye azóta már eltelt sok-sok hét, ez a 10. hét, és hát kiszámoltuk, és kereken ma van a 300. alkotás, amit létrehoztunk együtt közösen. Tehát ha valaki szorgalmasan minden nap velem tartotta a kezdetektől kezdve, akkor most a 300. alkotását készítheti el. Hát itt mellettem van egy hatalmas doboz, ebben minden alkotás megtalálható. És most arra gondoltam, hogy ennek örömére, hogy ez a 300. alkotás egy olyan kis interaktív adásban jelentkeznék, amikor is én fogok most rajzolni, de nyilván úgy, hogy közben azért mondom is, hogy hogyan, tehát lehet itt is inspirálódni és velem együtt rajzolni, viszont a ti általatok beküldött selfikből fogok lerajzolni különböző technikákkal, úgyhogy ha van kedvetek magatokról küldeni egy selfit, akkor ide az élő adás alá tegyétek meg, küldjétek be, és random ki fogok választani 3 embert, akinek megfestem vagy megrajzolom a portréját, úgyhogy érdemes beküldeni szerintem ezeket a selfiket. Úgyhogy várom, mostantól kezdve indulhat is, és természetesen ugyanúgy, ahogy minden korábbi adásunknál itt is érvényes, hogy ha bármelyiket elkészítitek, ti is bármelyik technikával alkottok, akkor töltsétek föl, merj alkotni hashtaggel, vagy az élő videó alá, vagy Instagramon is nagy szeretettel várjuk. Hogyha tetszik ez a kezdeményezés, hogy ennyi élő adást csinálok itt gyermekeknek, ezzel nyilván a szülőket is segítve, és van gyerekes ismerősötök, akinek ez érdekes lehet, akkor osszátok meg ezt a videót. Én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a megosztásért. Egyébként hamarosan elérik a 10 000 tagot, ezt is jó lenne ünnepelni. 9800 valahányan vagyunk már a Kreatív Pihenő Facebook csoportban, úgyhogy szuper lenne, hogyha még több gyerekes családhoz eljutna a hír. Így kérlek arra titeket, hogy ha van kedvetek, és van olyan ismerősötök, akkor osszátok meg. Én most itt be is hívom az élő adást, és megnézzük, hogy mi a helyzet, hogy már bárki föltöltötte selfit, és nézem, hogy ugye hányan csatlakoztatok, mindjárt megnézzük. Jó sokan nézitek, az már nagyon szuper, hogyha bárki nézi, akkor nyugodtan írjátok is be a keresztneveteket, ezt mindig a Kreatív Pihenő csoportban is szoktam kérni, hogy tudjam, hogy kikkel vagyok itt, kikkel együtt alkotunk, kérlek írjátok be. Na, azt írja Lorina, Zsolt, hogy csatlakozott, Odett is csatlakozott, Kinga is csatlakozott, Klára, Roni, Juli, Zsuzsi, nagyon-nagyon örülök nektek, hát már nem is kellett kérni, hogy köszönjetek, nagyon szuper. Itt van velünk Márk, Petra és Klári is, és Bibi is. Azt írja Kinga, hogy nem lehet feltölteni. Hát, pedig megnéztem, és hogyha nem vagytok belépve, itt van Feri is, nagyon örülök neked, külön Feri. De hogyha nem lehet feltölteni belépve, kilépve, hogyha kicsit, tehát csak az oldalon látjátok, elvileg közben én megnéztem, hogy fel lehet. Hogyha nem lehet, akkor mindjárt kitaláljuk, hogy hogyan is lehetne ezt megcsinálni. Szerintem akkor úgy, hogy mindjárt... Ja igen, hogy az oldalra, az Inspirációk Csorbanitátor oldalra, oda üzenetben küldjetek képet, és akkor mindjárt belépek, és azt fogom megnézni. Juli is azt írja, hogy nem lehet betölteni. Én pedig megnéztem a csoportban, még fel lehetett, úgy látszik, akkor így élőadás közben nem lehet. De akkor kérlek titeket, hogy az oldal üzenetbe küldjétek el ezeket a selfiket. És ameddig még akkor várok ezekre a szelfikre, akkor elmondom, hogy a holnapi nap lesz ugye az élményfestés, és meg is van a szavazás győztese, és a
Jackson Pollock kép nyert, egyébként most elsöprő többséggel nyert ez, úgyhogy azt fogjuk megfesteni. Ugye minden héten, szombaton 11:30-kor van itt az oldalon egy élményfestés, ez már a 10. alkalom lesz. Lépésről lépésre megmutatom, hogyan lehet megfesteni egy híres festmény után azáltal inspirálva a saját képeteket. Technikai trükkökbe beavatlak titeket, nem kell semmilyen előképzettség, semmilyen tehetség, hanem csak az alkotókedv és természetesen néhány eszköz, festékek, ecset és egy festő alap. Úgyhogy érdemes holnap is velem tartani, 11:30-kor, ugyanis a következő élményfestésen egy kicsit ilyen fröcskölős, modern képet fogunk alkotni. Mindegyik korábbi élményfestés visszanézhető, azt is szintén megtaláljátok itt az oldalon, illetve a Kreatív Pihenő Facebook csoportban. Na, akkor most megpróbálok belépni az üzenetekbe, és nézem is, hogy küldtetek-e szelfit. Három szerencsés fogok kiválasztani, akinek a szelfiét, vagy egyébként bármilyen fotó rólatok tökéletes, azt meg fogom festeni. Úgyhogy érdemes üzenet, az oldal üzenetbe küldeni most a fényképeket. Na, itt van a bejövő üzenet, és most remélem, hogy akkor már ide tudtatok ti is föltölteni fotókat. Na nézzük. Igen, jött is Mónikától, nem tudom, hogy igen, ugye szerintem az anyukád neve, úgyhogy egyébként írd meg, hogy hogy hívnak, és már is nézem, és rajzolom is az első portrét. Egy pár perce érkezett, nem tudom még a keresztnevedet, de majd mindjárt megírod. És az első portrét akkor azt egy filces technikával fogom megrajzolni. Méghozzá megpróbálom egy vonallal, ez egy egyvonalas portré lesz, és akkor ehhez is mondom az ilyen kis trükköket, amivel ti is próbáljátok meg. Egyébként rengeteg ilyen egyvonalas rajzot rajzoltam régebben, teljes alakos, illetve portrésat, úgyhogy ezt krokizásnak hívják a rajziskolában, és egy nagyon jópofa, ilyen instant szórakozás, alkotás. Van, hogy ennek valamilyen időbeli határt is szabnak, tehát mondjuk van, hogy egy percig rajzolhatod ezt, nyilván nem muszáj egy vonallal, de hogy az a lényeg, hogy a kifejezze ott valahogy azt a mozdulatot, azt az arc kifejezést, vagy valami ilyesmit, úgyhogy lehet 5 percet is adni rá, de lehet csak 10 másodpercet is, tehát hogy lehet variálni ezzel a krokizásnál. Azt megnézem, hogy Hannát fogom lerajzolni. Mielőtt a filztollal rajzolnám ezt az egyvonalas portrét, megpróbálom a Hanna, tehát egy Hanna portréját, egy picit a körvonalakat, illetve a nagyjáboli arányokat, azt fölrajzolom ceruzával, úgyhogy ezt fogom fölrajzolni most szépen. Megrajzolom a fejkontúrját, látszik a Hannának a pólója, a válla, ilyen nagyon aranyosan mosolyog, egy picit elbiccenti így a fejét. Látszik, hogy van rajta egy nagyon kis, szép, csillámos, virágos csat, úgyhogy azt is ide berajzolom. És utána ezeken a megrajzolt formákon fogok a filccel majd végigmenni, és úgy megrajzolni, hogy nem emelem föl a filcemet. Picit így lefelé néz Hanna, hogy lent tartja a telefont a kezébe, és mosolyog. Na. Ilyenkor, amikor megrajzoljátok a portrét, érdemes egy picit tényleg így a fő karakterre figyelni. És el is készült. Egy nagyon picit így kócos a haja tetején, ez nagyon-nagyon szuperül fog kinézni. Tehát fölvázlatoltam így a fő vonalakat, és akkor most jön, hogy filztollal, egy vonallal fogom megrajzolni. Elindulok a vonallal, és igazából ide-oda rajzolok, és annyiszor megyek át egy részen, amelyen hangsúlyosra szeretném tenni. Tehát most itt a nyakától indulok, és elindultam ugye a feje felé, először a fejformát rajzolom körbe, és szépen így a hajánál ezeket a kis babahajakat is. Itt a virágnál kicsit határozottabban, erősebben húzom meg, picit látszódik a füle, és szépen fölmegyek a szájára. Érdemes ugye az orránál is egy kicsit időzni,
és a szeme nagyon fontos lesz. És amikor átmegyek egyik irányból a másikba, akkor ahol ilyen átvezető vonalak vannak, ott vékonyabb vonalakat húzok. Vissza fogok még térni egy kicsit a pupillájára, azt kicsit hangsúlyosabban rajzolom meg, és ezzel el is készültem. És egy ilyen kis jópofa rajz, egyvonalas rajz, kis kroki lett belőle. Hogyha tetszik neked, Hanna, akkor jöhet egy szívecske, és majd föltöltöm neked az üzenetekbe, hogy le tud tölteni, és ki tud nyomtatni. Ezt még tovább lehet egyébként dolgozni, ugye, festékkel is, úgyhogy még egy picit azt is megmutatom, hogyha egy pici, egy színt, csak egy színt csempésztek bele, akkor még mennyire szuperul tud kinézni ennek a folytatása is. Úgyhogy ehhez egy ecsetet veszek, egy kis vizet, és mondjuk kék szín, ugye kék színű a Hanna pólója, azzal még belefestek egy picit. És egészen egy színnel is nagyon kis művészeti alkotást lehet rétrehozni. Itt arra szoktam figyelni, amikor egy színnel festek, hogy oda érdemes a színt felvinni, ahol eleve van, tehát mondjuk a kék pólót, ugye azt én megfestem, meg oda, ahol az árnyékok keletkeznek egy arcon. Úgyhogy szépen az arc oldalára, így a szem alá fölviszek egy kevés festéket. És a nyakrész, nyakrészre is. És így el is készült. Na, még lecsorog. Nem baj, el is készült ez a kis egyvonalas rajz, plusz egy kicsi festékkel kiegészítettem. Na nézzük akkor a következő jelentkezőt. Ezt félreteszem. Kinek rajzoljam meg a portréját? Küldjétek el oldalüzenetbe a selfit magatokról, és három szerencsés kiválasztok, és megrajzolom, megfestem a portréját. Ugye ma van a 300. alkotás, ma készítettük itt a kreatív pihenőben el, már ennyi sok inspiráció van mögöttünk. A kreatív pihenő, aki esetleg nem ismeri, elsősorban gyermekeknek szól, 2 órakor az általános iskola alsós osztályiból, illetve az óvodásokat várom mindig a képernyő elé, 3-kor pedig a nagyobbakat, felsősöket, vagy még nagyobbakat, akik szeretnek alkotni. Általában nekik már bonyolultabb művészeti technikákat is mutattam, rengeteg mindent az elmúlt 10 hétben, mert hogy ez azóta van, amióta ez az otthonmaradós időszak elkezdődött, és azt gondoltam, hogy ez segítség lehet gyermekeknek ugye aktívabban, kreatívabban eltölteni a délutánjukat, a szülőnek meg addig egy picit van egy szusszanásnyi ideje, úgyhogy ez volt a kezdeményezés lényege. Teljesen ingyenes a Kreatív Pihenő Facebook csoport, ez a sok-sok élő videó, úgyhogy ott meg tudjátok nézni visszamenőleg is, és ez szerintem hasznos lesz majd a nyári időszakban is, hiszen akkor is rengeteg bármelyik részt elő tudjátok venni, és tudtok alkotásokat küldeni. Na nézzük, mi a következő, ki lesz a következő, aki beküldte. Beküldte egy testvérpár lány, ilyen kis filtert raktatok magatokra, amiben kerek szemüveg van rajtatok. Hát ez nagyon-nagyon cuki, úgyhogy szerintem Petra te vagy, de azért jó lenne, hogyha ide az üzenetekbe beírnátok a neveteket, hogy tudjam, hogy kit rajzolok le, és akkor titeket foglak most másodiknak lerajzolni. Nagyon-nagyon aranyosan mosolyogtok, és ketten vagytok a képen. Na, hát nézzük meg akkor a következő rajz, az... Ezt festeni fogom több színnel, úgyhogy hasonlóan egyébként az előzőhöz, hasonlóan fogom elkészíteni, csak nem egyvonalas rajzként, hanem így szépen több színnel és több vonallal fogom felrajzolni. Hasonlóan kezdődik egyébként az alkotó folyamat, ugye, hogy megrajzolom itt a fő kontúrokat. Először nézem, hogy küldtétek már, hogy hívnak titeket, még jó lenne tudni, de először a baloldali alakot
fogom felrajzolni, és utána mellette egy másik nagyon aranyos mosolygó alak van. Egy picit, ugye ezek a szemüvegfilter, amit feltettetek, ez ilyen nagyon cuki, úgyhogy ez egy nagyon jó karaktert ad neki, úgyhogy ezt már is föl is rajzolom. Ilyen kis Harry Potter szemüveget raktatok föl magatokra. Így, sőt, még egy ilyen kis glóriát is magatok fölé raktatok, úgyhogy az is megjelenik itt. Na, mind a ketten pólóban vagytok. Hasonlóan fogom megcsinálni az egészet, csak több vonalat engedek magamnak. Nagyon szép, hosszú hajak vannak a képen, és már is itt ezt a szemüveget is elkészítem. Először itt egy picit szerintem még ugye egy kis torzítás is van a képen, tehát hogy így ezzel a filterrel, úgyhogy ilyen kis nagyon cuki minden. Egyébként van a YouTube-on egy portrérajzoló sorozatom, aki szeretné ezt alaposabban megtanulni, vagy így körbejárni ezt a témát, akkor érdemes megnéznie. Rajzsuli a sorozat címe, és már megmutattam, hogy hogyan lehet oda szájat, orrot, ez egyesével vannak ezek a részek, orrot, szemet, és nem is tudom, még kezet, azt hiszem, az volt kezet rajzolni, és végigmegyek, hogy hogyan, milyen apró trükkökre, fortélyokra kell figyelni ahhoz, hogy ez jól nézzen ki. Na, rajzolom a másodikat is, és nézem, hogy közben. Hát nem írtátok meg, hogy hívnak titeket, de nem baj, majd utólag ezt kitalálom. Hívni. Hogyha van esetleg kérdés, akkor nyugodtan tegyétek föl, ugye már lassan 10 000-en leszünk a csoportban, aki nem ismeri a kreatív pihenő csoportot, érdemes benézni. 10 000-nél azt mondtam, hogy lesz kis játék, úgyhogy ha szeretnétek nyereményjátékban részt venni, akkor is tudtok. Na hát elkészültem az első ilyen skittekkel, és most ezt fogom tulajdonképpen egy sima iskolai festékkel festek. Ezeket is nagyon szeretem, nagyon sok lehetőség van bennük, az a lényeg az iskolai festéknél, hogy érdemes picit beáztatni a korongokat, és akkor intenzívebb pigmenteket tudtok kinyerni belőle. Ugye ezeket a kis apró trükköket is mondom mindig a kreatív pihenőben is, illetve hát festéshez kapcsolódó trükköket meg nyilván sokkal inkább az élményfestésben kaptok. Nagyon tervezzük, hogy megnyissuk az Inspirációk Élmény Stúdiót gyereknap környékére. Nagyon szeretnénk, még most van ez tervezés alatt, úgyhogy majd figyeljetek, ha esetleg szeretnétek gyereknapon jönni, mert nem lehetetlen, hogy aznap nyitva leszünk, vasárnapra tervezzük a nyitást, és azt is gondoltuk, hogy valamilyen olyan pici aktivitást is kitalálhatunk, ami nyilván nem rendezvénynek minősül, de mégis azért valamit, hogy tudjatok alkotni. Ezek a szemüvegek nagyon jó pofák lettek itt a lányokon. Ez egy jó ötlet volt rátenni a filtert, mert hogy így nagyon vidám lesz tőle a kép. Amikor festetek egy-egy portrét, akkor, hogyha főleg az akvarell festéssel próbálkoztok, akkor első pillanatban is már el kell kapni. Nincsen annyira sok lehetőség variálni az egészen, mint egy olajfestménynél, vagy egy akrélfestménynél, mert igazából ugye egy-két rétegben kell fölvinni. Úgyhogy, ha nem sikerül, akkor inkább azt szoktam javasolni, akkor újra kell kezdeni. Hát most sok színt használok, ez egy ilyen nagyon kis színes kép legyen, úgyhogy remélem, hogy ez fog tetszeni majd azoknak, akiknek ezt szánom. Hogyha tetszik, akkor írjátok meg, és akkor lefotózzuk.
és elküldöm nektek a fotóját, vagy akár el is lehet érte jönni, hogyha szeretnétek ezt magatoknak megkaparintani. Na, hát elkészültem, még kell a kis glória felétek. És ez egy ilyen teljesen más stílusú képlet, mint az előző. Sokkal intenzívebb, színesebb, úgyhogy ez lett a második portrénk. Még egyet fogok választani, úgyhogy még érdemes a selfit küldeni magatokról. Ugye a mai 300. alkotást ünnepeljük a mai élőadásban, és hogyha van bármilyen kérés, kérdés az alkotással, a kreatív pihenővel, vagy bármivel kapcsolatban, ami itt téma, akkor nyugodtan írjátok meg. Nézem a harmadik portrét, és mindjárt kiválasztom, még először ránézek az élőre, hogy van-e esetleg valami olyan kérdés, amire érdemes, amire tudok válaszolni. És hogyha tetszik ez az élőadás, akkor pedig nagyon örülök, hogyha megosztjátok, hiszen nagyon jó lenne, hogyha ez a kreatív pihenő hír, még mindenki ez eljutna. Ez nem csak addig jó, ez a sok-sok alkotás és videó, amíg otthon vagyunk a gyerekekkel, hanem a nyári szünetben is, amikor nem tudnak mit csinálni, unatkoznak, és esetleg ez egy nagyon jó inspiráció lenne neki. Ugye minden nap, most már több mint ugye 120 adást csináltam, és minden adásban 3 alkotást mutatok, hozzak, és lépésről lépésre megmutatom nekik. A Kreatív Pihenő YouTube csatornán pedig az indexképre rátesszük mindig az aznapi alkotásokat, úgyhogy onnan könnyebben ki tudjátok igazából választani, hogy mi tetszik. Azt kérdezi Petra, hogy... Szófi kérdezi, hogy ideérte a puzzle. Igen, az előző adásban nagyon-nagyon szép kis puzzle-öket mutogattam, nem tudom, hogy a tied közte volt-e, nézd meg, de mindegyiket meg fogom most mutatni majd a mostantól, hogyha jön még, úgyhogy ha esetleg utána érkezett, akkor majd a következőben bemutatom. Ugye van ez a puzzle, amit folyamatosan várunk ide nagy szeretettel, amiből szeretnénk Magyarország, köszönöm, legnagyobb alkotását összerakni, és például ezt Petra készítette, fantasztikus lett, hogy ezt le lehet tölteni a csorbanita.hu oldalról, ki lehet színezni, és hogyha elkülditek nekünk, akkor mi ebből fogjuk összerakni Magyarország legnagyobb alkotását. Azt, hogy hova kell küldeni, azt a letöltésnél megtaláljátok, és már több száz darabunk van, már majdnem 1000, úgyhogy már egész nagy alkotást ki tudunk belőle rakni, de én azt szeretném, hogy még legyen, még nagyobb legyen, úgyhogy nyugodtan küldjétek el ti is, hogyha szeretnétek részesei lenni Magyarország legnagyobb alkotásának. Laura és Petra van a képen, és barátnők. Nagyon-nagyon örülök, akkor most ez már majd a tietek, úgyhogy ha van kedvetek eljönni érte ide az Inspirációk Élmény Stúdióba, akkor szívesen oda is adjuk, vagy fotón elküldjük nektek, hogyha ha szeretnétek, hát örülök, hogy beküldtétek a szelfiteket. Ugye ez az ünneplős adás, ez, ennek most az a lényege, hogy beküldtétek a szelfit, és én 3-at kiválasztok, és különböző technikával lerajzolom, úgyhogy azért vagyunk itt. Na nézzük még, mik vannak, kik vannak. Csak kérések vannak, hogy engem rajzolja le. Random választok mindjárt még egy harmadikat az üzenetekben. Nelly azt kérdezi, mikor nyit újra a bolt. Júniustól már pénteken és szombaton nyitva leszünk, úgyhogy ezt hamarosan ki fogjuk írni. Minden nap itt leszünk, ugye nyilván meghatározzuk, hogy mennyien lehetnek egyszerre a boltban, de reméljük, hogy elkerülitek egymást, és akkor gondtalanul szépen be lehet jönni, és egyébként nyitást tervezünk gyereknapra, ez még nem biztos, ezt hétfőn vagy kedden fogjuk kiírni, úgyhogy lehet, hogy gyereknapon én is itt leszek, és akkor tudtok jönni. Ez egy különleges, nagyon jó kis ünnepi alkalom lenne arra, hogy végre újra ki tudunk nyitni, úgyhogy ezek a tervek most. Na nézzük. Oké, akinek tetszik ez az élőadás, azt kérem, hogy ossza meg, hogy minél több helyre eljuthasson a Kreatív Pihenő címe. Tehát az egész kezdeményezés, és akkor nézzünk egyet. Lili, legyen Lili a harmadik, és küldött magára egy nagyon aranyos fotót. Random választottam, úgyhogy ez igazából teljesen a szerencsén múlott most, úgyhogy ha még szeretnétek esetleg ilyen rajzolósat, akkor ezt megtehetjük. Még szerintem lesz rá bőven alkalom, akár amikor 10 000-en összegyűlünk a Kreatív Pihenő csoportban, akkor is ünnepelhetünk ilyennel.
Na hát, Lilit hogyan rajzoljam le? Lehet, hogy filztollakkal, vagy lehet, hogy festhetném. Hát, még nem döntöttem el. Akkor első lépésben, akkor ne téged nem ceruzával foglak vázlatolni, hanem nézzük meg, hogy mi van, hogyha filccel vázlatolunk, és akkor úgy fogom elkészíteni a portrédat. Nagyon cuki mosolyogsz, ezt már látom, és gyönyörű, hosszú, hullámos hajad van. Ez nagyon jól fog állni itt ennek a portrénak. Lili egyébként oszlopos tagja a kreatív pihenőnek, minden nap szinte alkot velem, és már rengeteg alkotását láttam. Fantasztikusan gyönyörűeket, úgyhogy nagyon-nagyon ügyes vagy, innen is üzenem. Még szerencsé, hogy mindenki mosolyog a képeken, az sokkal könnyebb rajzolni egy mosolygós arcot így most hirtelen. És szerintem akkor téged viszont sokkal inkább úgy fogok megrajzolni, vagy úgy foglak megfesteni, hogy legyen. Vagy akrilfestékkel festerek, vagy maradok a vízfestéknél. Lehet, hogy maradok a vízfestéknél, mert ez most itt kéznél van jobban, viszont az előző az nagyon színes volt, az előtte lévő az egyszínű. Lehet, hogy csak feketével fogom, megnézzük, hogy ez az milyen lesz festeni. Fekete-fehérrel. Ugye a fekete-fehér az egy nagyon jó kis kombináció, mindig elővehető. Nagyon szép kék a szemed, úgyhogy most azon gondolkozom, hogy lehet, hogy úgy csinálom meg, hogy feketével festem föl, még akár fröcskölni is lehetne. Igen, az jól néz ki. És a kék szemed fog világítani majd. A szemedet azt kifestem kékre. Úgy próbálom az erősségét a színnek, ugye úgy lehet állítani, hogy minél többet veszel föl, tehát jobban vizezed, vagy kevésbé az akvarell technikánál, és még utólag is nyugodtan el lehet ugye mosni. Próbálom beállítani itt a színeknek a különböző intenzitását, és úgy kialakítani Lilinek a portréját. Jó, a száj az egy fontos rész, úgyhogy ezt megpróbálom. A felső ajakon általában árnyék van, úgyhogy ha a felső ajkot festitek intenzívebbre, és az alatta lévőt pedig, az alsó ajkot pedig világosabban hagyjátok, akkor általában ez sokkal inkább plasztikus lesz. Illetve az orr alá szokott ugye még árnyék kerülni, úgyhogy oda is festünk egy kicsit. Jó, festek neki egy kis intenzív fekete hátteret, hogy a portré kiemelkedjen a háttérből. Jó feketére befestem. Aki kedvet kapott a festéshez, azt nagy szeretettel várom majd holnap az élményfestésen. Ugye minden szombaton 11:30-kor szoktam jelentkezni. Nem kell semmilyen tehetség, semmilyen előképzettség, csak ti, egy ecset és egy kis festék. Akinek nincs festéke, annak érdemes megnézni egyébként. A webshopunkban kifejezetten erről szállítottunk egy szettet, hogyha szeretnétek, akkor meg tudjátok rendelni. Illetve még most ugye az Inspibox van akcióban, egy nagyon-nagyon különleges ajánlatunk van gyereknap alkalmából. Egyedi kézzel rajzolt papírzsákot adunk most minden meglepi Inspibox mellé ajándékba, úgyhogy érdemes még 26-áig lehet ezt megrendelni. Na, szuper, most már nagyon-nagyon különlegesen alakul itt Lili portréja, mindjárt fel is mutatom. És még azt fogom tenni, hogy felemelem, az apa egy kicsit le fog folyni, de nem baj.
Akkor azt fogom még tenni, hogy a kékre ezt fogom színezni a szemét. Hogy olyan intenzív, annyira szép Lilinek a szeme, az az intenzív kék, hogy ez így kisugározzon neki is a kék képről. Nagyon halka jöttél vissza, Anita. Na, és akkor csak a szeme kék. El is készültem Lili portréjával is, remélem, hogy tetszik, Lili, hogyha van kedved, akkor el tudsz jönni érte valamikor majd ide az Inspirációk élmény stúdióba. És hát remélem, hogy ti is ezt a három portréfestési, rajzolási technikát, módot majd kipróbáljátok. Küldjétek el nekem az alkotásatokat, ugye ez egy különleges ünnepi kiadása volt a kreatív pihenőnek, hiszen van egy külön Facebook csoportunk, és ott minden hétköznap 2-kor és 3-kor várom a gyermekeket, hogy együtt alkossanak velem, és nagyon izgalmas technikákat mutatok számára. Hogyha van ilyen ismerősötök, akinek érdekes lehet ez a kreatív pihenő, akkor osszátok meg ezt a videót, hogy hadd találkozzon ő is ezzel a lehetőséggel, hiszen ez egy teljesen ingyenes dolog, amit én felajánlásként már március 14-én elkezdtem, és reméltem, hogy szülőknek, gyermekeknek is örömet okozok ezzel. Lilinek majd elküldöm fotón természetesen, úgyhogy majd hamarosan bedobjuk, illetve mindenkinek szívesen elküldöm. Ha tetszett ez a videó, akkor jöhetnek a lájkok, és hát holnap pedig találkozunk az élményfestésen. Sziasztok, szép kreatív napot!